Milyen tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, elnök úr, alelnök urak, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy egy természetesen egy személyes megjegyzéssel kezdjem. Mindenkinek, aki itt van, és rajtunk, önökön keresztül, mindenkinek, aki részt vett az elmúlt 9 év, ezen belül 6 év küzdelmeiben, köszönöm személyesen is, és a jegybank vezetése nevében, a jegybank nevében is, hogy segítették a munkánkat. Kiemelten, és mindenekelőtt köszönöm a miniszterelnök úrnak, Magyarország miniszterelnökének, hogy minden egyes stratégiai kérdésben megfontolta a döntésre tett javaslatunkat, és minden egyes kérdésben a lehető legszorosabb stratégiai szövetséget támogatott a jegybank és a kormány és a jegybank működésében. Így lehetett az, hogy a kormány és a jegybank szövetsége alapot teremtett a jegybank és a bankrendszer szövetségéhez, és a jegybank és az üzleti szektor szövetségéhez. Persze korábban is kezdtük az első Széchenyi interjú idején, de valójában itt az elmúlt 6 év valamennyi sikere, és az elmúlt 9 év valamennyi sikere egy együttműködésen, egy szoros szövetségen alapszik. Most azonban valami új következik, engedjék meg ezért, hogy amellett érveljek, hogy a fenntartható felzárkózás az igazi célunk a következő 6 évben nekünk a jegybankban, a mandátumaink mellett, és nekünk Magyarországon a következő évtizedekben. Ehhez versenyképességi reformokra, révükön fordulatokra van szükség. Amellett szeretnék most érvelni, hogy 2030-ig, miniszterelnök úr által kijelölt idősáv végéig Magyarország végrehajthat egy olyan versenyképességi fordulatot, amely fenntarthatóvá teszi az eddig elért eredményeket, közöttük a felzárkózási fordulatot. Hogyan? Hát úgy, hogy megjelenik egy piros, meg egy szaggatott vonal, két út áll előttünk, az egyik, az egy reformokkal a korábban indított Szél-Kálmán terv, egy-kettő korábbi struktúrális reformokkal hasonlítható reformpálya. Ez a reformpálya, ez minket egy fenntartható felzárkózási pályára visz, és ott tart. Egy másik, az nem kívánatos, a közepes jövedelmi csapda, egy olyan helyzet, amikor nem vállaljuk a reformpolitikát, miközben eddig vállaltuk, és most is fogjuk. De ha nem vállalnánk, akkor bizony Magyarország relatív fejlettsége Ausztriához viszonyítva beragad egy történelmi szintre, miközben mi szeretnénk az ország fejlettségi szinthez 2030 körül nagyon jelentősen közeledni, a 80 és 100% közötti sávba érkezni. Ez a két út áll előttünk. Hát, innen indulunk. 2010-ben bizony, tisztelt hölgyeim és uraim, nem nagyon lehetett máshogy jellemezni a magyar gazdaság állapotát, mint ezzel a roncsszerű autóval. Innen indultunk. Igen ám, de azért érkeztünk egy ilyen helyzetbe 2010-re, mert előtte 2003 és 2007 között Magyarország egy fenntarthatatlan növekedési pályát futott meg. Ha megnézzük ezt az első időszakot, akkor azt látjuk, hogy egy sor versenytársunkhoz képest egy valamivel gyorsabb volt ugyan a növekedésünk, de például a Visegrádi 3 társunkhoz képest nem, sőt, nagyon mélyen voltunk az ő növekedési ütemüktől, miközben a piros oszloppal jellemzett Magyarország minden egyensúly mutatóját elrontotta. Elképesztő mértékű romlás történt 2002 után, a növekedési források kezelésében. Külső eladósodásból növekedtünk, azon belül is devizahitelekből. Minden egyensúlyi mutatónk elromlott, ikerdeficit nagyon magas szintet ért el az uniós csatlakozás után. Kétszeres túlzó deficit eljárás alatt voltunk. Minden elromlott, ami elromolhatott. A növekedés nem volt fenntartható. Ráadásul nem is volt olyan jó, mint a többieké, a társainké. Egy második szakaszt látunk, átéltük együtt 2009-től válság, 2008 végétől már, és bizony 2012-ig
válságkezelés. Először sikertelenül, 2009-től egészen a posztkommunista időszak lezárásáig, tehát a 2010-es választási fordulatig, és Magyarország ugyan növekedési áldozattal, de az Európai Unió legsikeresebb válságkezelését oldotta meg. Egyértelműen a legsikeresebb válságkezelést láthatunk. Volt olyan országcsoport, a Club Med-nek nevezett, az Eurozóna déli szárnyának nevezett országcsoportja, amelyik minden szempont rosszabbul járt, mert nem egy saját úton, hanem egy rájuk kényszerített válságkezelési úton jártak. De igazán érdekes számunkra a harmadik tartomány, ami már rólunk szól, mégpedig a 2013-18 közötti növekedési fordulatról szól. Egyértelműen a legjobbak vagyunk. 2012 közepétől megindul a növekedési fordulat, példátlanul sikeres és gyors volt a magyar válságkezelés. Gondoljuk el, hogy 2010 közepétől 2012 közepéig sikeresen kezeltük a válságot. Talán az 1945 utáni újjáépítés volt ilyen gyors és sikeres. És rokonítható vele az 1924-27 közötti pénzügyi stabilizáció. Akkor azonban népszövetségi kölcsönnel, tehát külső erőforrással értük el a konszolidációt. Ez különösen értékes, hiszen ez a növekedési teljesítmény, ez egyensúlyőrző, egyensúlyi növekedés volt. Minden egyensúlyi mutatónk javult. Kivétel nélkül? És ezt ismerték el a hitelminősítők vagy a külföldi befektetők. Tisztelt hölgyeim és uraim, a sikeres válságkezelésre tehát 2012 második felétől egy növekedési fordulat épült, a növekedési fordulatra pedig egy felzárkózási fordulat. Nézzék meg, újból a régióval együtt haladunk. És másoknál jobb. Valóban az Európai Unió növekedési motorjává vált a régió. Hogyan értük el? Reformokkal. Akkor struktúrális reformoknak hívtuk a Szél-Kálmán terv 1 és 2-es reformcsomagjával. Azóta még hozzátettünk egy sor reformot, részben a kormány, részben a monetáris politika. De egyértelmű, most visszatekintve, hogy a sikeres válságkezelés, a növekedési fordulat és a felzárkózási fordulat reformokra épült. Elsősorban természetesen a politika reformjára, amit miniszterelnök úr a választási kampányban meghirdetett és végrehajtott. De természetesen a politikára épült az összes többi fordulat. Milyen fordulat? 12 fordulatot tettünk meg együtt. Nem sorolom még végig őket, hiszen együtt éltük át, és együtt értékeltük már többször. De nézzük csak meg azért, mégiscsak a magyar gazdaság és pénzvilág teljes spektrumát lefedő fordulatokat értünk el. Még egyszer, strukturális reformokkal, mondhatnám, hogy versenyképességi reformokkal. És a munkaerőpiaci foglalkoztatási fordulat nem véletlenül kerül az elejére. Nem csupán egy politikai cél az 1 millió új munkahely. Ez a lényege. Ez a lényege egy kereszténydemokrata nemzeti modernizációs gazdaságpolitikának. És milyen érdekes, hogy 2010 augusztusától folyamatosan emelkedett a foglalkoztatási ráta Magyarországon, és csökkent a munkanélküliség ráta. Még jött W recesszió másik ága 2012 első felében. Még jött a válságkezelés, ami sikeres volt, mert nem járt sem növekedési, de főként foglalkoztatási áldozattal. Szóval végrehajtottunk együtt 12 fordulatot. Tisztelt miniszterelnök úr, így tehát egy fiskális fordulat után hozzátéve egy monetáris fordulatot, ami tehát még egyszer csak azért következhetett be, mert korábban volt fiskális fordulat. Nem lett volna olyan unorthodox vagy ortodox jegybanki vezetés, amelyik egy fiskális, megelőző fiskális fordulat nélkül képes lett volna a monetáris politika fordulatára. De meg tudtuk tenni. Ennek nyomán hitelezési fordulat alakult ki, egy folyamatos foglalkoztatási fordulattal elértük mindazt, ahova elértünk.
És most azonban egy új versenyképességi fordulatra van szükségünk. Miniszterelnök úr felkérésére 2016-tól a Magyar Nemzeti Bank több száz ragyogó szakembere dolgozik egy versenyképességi program javaslaton. 2016-ban már egy kötetet is megjelentettünk erről, ez az első összegző, rendszerezett jelzés arról, hogy Magyarországon van egy részletes, mélységi, a teljes gazdaság spektrumát lefedő versenyképességi program. Majd 17-ben versenyképességi indexet adtunk a bankrendszernek, mert azt gondoltuk, hogy ez a Magyar Nemzeti Bank feladata, másrészt a bankrendszer a hitelezési fordulat döntő láncszeme a növekedési fordulatnak és a felzárkózásnak. Majd az első növekedési versenyképességi jelentésünket és növekedési jelentésünket kihoztuk. Publikáltuk múlt évben az első 180 pontunkat, és tisztelt hölgyeim és uraim, a mai nappal a Magyar Nemzeti Bank honlapján megtekinthető az a teljes versenyképességi program, amely 330 lépést javasol Magyarországnak, önöknek, miniszterelnök úrnak, a kormánynak, a jegybanknak, a bankrendszernek és az üzleti szektornak. Ez a versenyképességi reformgyűjtemény, javaslatgyűjtemény lehet meggyőződésünk szerint alapja a versenyképességi fordulatnak. Erről van szó, és természetesen mondhatnám, hogy ez az új C-vitamin, a kreativitás vitamin, ezért ki más, mint Szent Györgyi Albert fémjelzi a programot. Tisztelt miniszterelnök úr, 2x6 területet, célt tűztünk ki a fenntartható felzárkózásra, egy magas életminőséget jelző célcsoportot és egy erős Magyarországot jelző célcsoportot. A kettő együtt működik, a kettő együtt jelzi, hogy az új világban már nem elég csak és kizárólag gazdaságban gondolkodni, hanem ahogy ezt elnök úr is mondta az előbb, az oktatástól, a szakképzésig, a technológiáig, minden benne van. Célunk és javaslatunk, hogy a következő 12 évben, minden évben tartsunk fent az osztrák, tehát a nyugat-európai, ezen belül például a német növekedés ütemhez képest 2% pontos többletünket. Nem vagyunk függetleníthetőek a külvilágtól, 101 okból legalább, tehát nem 7%-os, vagy 6, vagy 5, vagy 4%-os növekedés kell kitűznünk 12 évre, reményeim szerint előbb-utóbb mindegyik megvalósul, de 2% ponttal többet. Azt igen, mert eddig is sikerült ezt elérnünk. Célunk, javaslatunk szerint az osztrák életszínvonal, életminőség és egy főre eső fejlettség elérése, különböző területek egybehangolt változtatásával. Elengedhetetlen ezért, és ez a lényege a javaslatunknak, a versenyképességi javaslatunknak, egy tudás és technológia intenzív fejlődés szakaszra történő átmenet. Ez természetesen tőkeintenzív is, 150 év tőkehiányát kell pótolni, és fogjuk pótolni az elkövetkező 12 évben, és épül ez az intenzív növekedési pálya természetesen a korábbi fiskális fordulatra, monetáris fordulatra, egy extenzív növekedési fordulatra, hiszen extenzív volt, az jó, ha azzal kezdődik, csak folytatódjon egy intenzív növekedési pályával, ahol a termelékenység bővülése áll az új intenzív szakasz középpontjában. Tisztelt hölgyeim és uraim, a két pálya számokkal. Egyértelmű, hogy nagy különbség van. Egy közepesen fejlett, egy közepes jövedelmi csapdában benne maradó ország, Magyarország, Ausztriához mérhető eredményei, és egy reformpályán dinamikusan felzárkózó gazdaság, ország, Magyarország, Ausztriához mért eredményei között. Egyértelmű és jelentős különbség van. Egyetlen korábbi eredményünk sem érhető el és tartható fenn, ha nem vállaljuk a versenyképességi fordulat pontjait. Lehet 330, lehet 130, lehet majd 600, de hogy érezhető reformpálya hozhat nekünk felzárkózást Ausztriához képest, azt az elmúlt, hát bizony 3-4 év intenzív jegybanki munkája bizonyította.
Célunk tehát egy hosszú távon, most 2030-ig tekintettünk ki, fenntartható organikus felzárkózási pálya elérése, amely ezekkel az eredményekkel kecsegtet. Tehát ha képesek vagyunk évente 4-4,5%-os vállalati termékenység növekedést elérni, és miért is ne lennénk képesek? Ha képesek vagyunk 10 év alatt megduplázni a reálkereseteket, és a többi területen is, például a tőke fejlődés pályára történő átállással új forrásokat teremteni, akkor elérjük a célunkat. A versenyképességi reformokkal még egyszer a piros vonalon Magyarország, ami az életet, a dinamikát jelzi, meg a nemzeti szint. Szóval ezzel a vonallal Magyarország bizony történelmi sikert érhet el, hiszen az osztrák fejlettségi szint, az akkori, 2030-as, 80-100% között sávjába kerülni, ez 1867 után nem sikerült, tehát történelmi siker jelent, és ezt a célt javasoljuk kitűzni. Hasonló vonal, a bérszínvonalnál is, csak abban az esetben látja lehetségesnek a jegybank, hogy elérjük, de akkor igen, az osztrák bérszínvonal 80-100%-os sávjába kerülő magyar bérszintet, ha ez a bérszint termelékenységbővülésre épül, és a termelékenységbővülés mögött versenyképességreformok állnak. Nincs mese, ez az egyetlen logika. A többi logika az zárt, vagy nem működik. Tehát újbóli eladósodási pályát nem javasolnék, költségvetési elfutó pályát nem tudnék javasolni, és egyéb extenzív növekedés források pedig nem láthatóak. Tisztelt hölgyeim és uraim, összefoglaltuk 2030-ra az elérhető makrogazdasági eredményeket a két pályán. Azt gondolom, hogy persze könnyű így most egy papírról vagy egy képernyőről választani, de válasszuk együtt a másodikat, a reformpályát, ez a javaslatom, mert valóban olyan történelmi eredményeket érhetünk el, és valóban olyan kockázatokat kezelhetünk, és olyan veszélyeket háríthatunk el, például a munkaerő elvándorlásának a veszélye, amelyek csak egy reformpálya esetén érhetőek el, és háríthatók el. Mi is ez a reformpálya? Tehát versenyképességi reformok, bérfelzárkózás, csökkenő importfüggőség, Ausztria fejlettségének 80-90%-os szinten történő megközelítése, fenntartható felzárkózás, magas termelékenység és a látott 2%-os növekedési többlet. 12 területet javaslunk, egy második hullámos adóreformmal, egy új pénzügyi modellel, az állam hatékony átalakításával és egy tőkeexpanziós politikával. Itt van ez a 10 belső terület, igen, minden egyes területen hatékony fordulatokhoz vezető, okos reformokat tartunk szükségesek. Ezeket kidolgoztuk, az ezekre vonatkozó javaslatokat. Én ezeket most nem tudom mindegyiket ide idézni, éppen ezért most csak szemelgetnék, csak ízelítőt szeretnék adni abból, hogy komolyan gondoljuk. Például az új pénzügyi modellben célunk a GDP arányos hitelállomány duplázódása, mégpedig egészséges szerkezetben, igen, fix kamatozással, hosszú lejáratú finanszírozási forrásokkal. Véleményünk szerint ez a fenntartható felzárkózás pénzügyi modellje. Talán itt érdemes egy kitérőt tenni, a 2018-as, ahogy egyébként a 2018 közötti növekedési eredmény mögött van egy látható-láthatatlan, talán nem kellően értékelt forrás. Ez a vállalati hitelállomány bővülése. A jegybank számításai szerint 1%-os vállalati hitelállomány bővülés 0,25%-kal legalább emeli a bruttó hazai termék szintjét, a GDP szintjét. Tehát, ha múlt évben 12%-os volt a vállalati hitelállomány bővülés, már pedig ennyi volt, ezen belül a mikrokis és középvállalati hitelállomány is ugye nem értékben bővült, akkor ez nagyjából a múlt évi növekedésünk felét adta. Jó, ha ezt észben tartjuk, hogy a szövetségnek van eredménye. Ha a kormány, a jegybank, a bankrendszer és az üzleti szektor szövetséget köt, például hitelfordulatra, akkor ennek az az eredménye,
hogy egy kimagasló magyar GDP növekedés felét már a hitelállomány bővülésre adhatja. Ugyanezt tudja, ha a GDP arányos hitelállományt megduplázzuk a következő 12 évben. 56 javaslatot tettünk itt az új pénzügyi modellhez, okos, együttműködő pénzügyi reformok kellenek. Természetesen az államadósság terén is folytatni kell a fordulatot megítélésünk szerint. Hazai kézben kell tudnunk a teljes magyar államadósságot. Azt gondolom, hogy a következő 6 évben, messze még 2030 előtt elérhető az a cél, hogy minden egyes fillér és forint államadósság belföldi kézben legyen. A felminősítések mögött a külső sérülékenység csökkenésének elismerése áll. Egyértelműen van a pénznek szaga, és egyértelmű, hogy akkor jó, ha Magyarország államadóssága csökken, de az utolsó forint és fillér is belső hazai kézben van. Ehhez szintén egy új reformsorozat vezet el, mi erre javaslatot tettünk, és részletesen kidolgoztuk. 9 lépéssel elérni, hogy 100%-ban magyar belső jövedelemtulajdonosokhoz kerüljön Magyarország államadóssága. Egy nemzetközileg versenyképes hazai szektor is, természetesen kis- és középvállalati szektor is kulcs eleme a fenntartható felzárkózásnak. Tettünk egy olyan javaslatot, ami szerint valamennyi versenyképességi reform eredményeképpen a mikro-, kis- és középvállalati szektor 7% körül termelékenység növekedést, lám-lám visszajön a 7%, érhet el, és ezt táplálhatja a vállalati 4-4,5%-os teljes termelékenység növekedést. Benne van a magyar mikro-, kis- és középvállalati szektorban. Önökben és önök mögött a teljes magyar gazdasági szektorban. Hogy mennyire benne van, ez a növekedési hitelprogram sikere mutatta. 40 ezer definíció szerint mikro-, kis- és középvállalat vett fel 2800 milliárd forintnyi hitelt, és döntő többségében beruházásokra fordították. Benne van. A kis- és középvállalatok esetében 26 javaslatot tettünk, talán nem fejteném ki. Bizonyosan nagyon sok más javaslat is szükséges, bizonyosan ki kell munkálni a szakképzés terén is az ezekből következő mikrojavaslatokat, de hogy itt több oldalról kell közelíteni, az bizonyos. Szeretnénk javasolni miniszterelnök úr célkitűzésére építve, hogy tűzzük ki célul a 10 000 új exportáló mikro-, kis- és középvállalat megteremtését. Nem állunk éppen rosszul, hogyha a visegrádi másik 3 társunkhoz mérjük magunkat az exportáló KKV-k terén, de ha Ausztriához mérjük magunkat, már pedig ahhoz kell mérnünk magunkat, akit szeretnénk utolérni. Nem igaz csak, hogy van ez, hogy 1867 után, azután pedig 90 után, azután pedig 2002 után így elhúztak tőlünk az osztrákok. Nos, ha Ausztriához mérem, akkor nyilvánvaló a tartaléka a magyar mikro-, kis- és középvállalati szektornak az export terén. Itt is több javaslattal éltünk, 9 javaslatot fejtettünk ki, és akit ez érdekel, érint, nyilván az MNB honlapját megolvassa ebből a szempontból is. Képzett és képes foglalkoztatói állományra van szükségünk. Mi itt a adóreform 2.0 keretei között talán nem ez a legnépszerűbb javaslatunk, de mi bizony egy egyszámjegyű SZIA mellett tesszük le. Újból a voksunkat jobbnak találjuk, mint sok más eszköz. Sok kockázatot el lehet vele kerülni. Láthatatlanul emeli a reál kereseteket, ezen belül a nettó kereseteket. Most Mihálytól nem kérdezném meg, hogy honnan lesz rá pénz, de minden esetre azt gondoljuk, hogy egy versenyképességi fordulatnak bizony ezt célul lehet és kell is kitűznie. A munkával kapcsolatos terhek csökkentésére 26 javaslatot tettünk, ezek közül csupán egy az egyszámjegyű SZIA, a többi is izgalmas, nagyon izgalmas. Azok dolgozták ki ezt a javaslatot, akik 2010 és 12 között a munkaerőpiaci reformokat kidolgozták, Kard Kovács Kolos barátom vezetésével. Azt gondolom, értelmes, okos javaslatok. A Budapesten kívüli világ ugyanolyan fontos, mint Budapest. Igen,
Például a fenntartató felzárkózás azt is jelenti, hogy Magyarország minden megyében 6% alá csökken a munkanélküliség, miközben gyakorlatilag megőrizzük a 4% alatti teljes foglalkoztatási szintet. Ehhez sok minden kell, mi 13 javaslatot dolgoztunk itt ki, amelyek ezt a Budapesten kívüli világot felzárkóztatják Budapesthez. Hogy Budapest és az egész ország együtt képes legyen felzárkózni Ausztriához. Igen, része a versenyképességi fordulatnak a népesedési demográfiai fordulat. Nem lehet eltekinteni. Ha nem lennének gyermekek, akkor vajon miért kellene ez az egész herce-hurca, amit versenyképességi fordulatnak hívunk? 110 ezer újszülött legalább. Igen, igen. És hogyha itt lenne Kopp Mária és baráti köre, akkor azt mondanám, hogy a magyar hölgyek belső értékrendje Európában nagyon kivételes módon ezt támogatja. És azt gondolom, hogy a kormány igen, igen jó irányba tart ezen a területen is. Azonban mi, nem lévén bátortalan intézménye a Magyar Nemzeti Bank, mi itt 46 javaslatot tettünk, több száz kollégánk dolgozott gyermekesek zömében, meg gyanítom olyanok is, akik még szeretnének gyermeket. Egy olyan összetett, több rétegű gyermekvállalási támogató programban, amelyet át is adtunk természetesen a kormánynak, visszaköszönt egy sor javaslatunk, érdemes tovább menni. Az egészségügy ugyanilyen terület, nincs osztrák utolérés, nincs magas életminőség, teljes egészségügyi fordulat nélkül. Nem képzelhető. Először is eredménye persze egy versenyképességi fordulatnak a jobb egészségügy, másrészt feltétele is. Úgyhogy egy 64 év egészségben eltöltött várható élettartam mindenképpen jelzi a célunkat. Ennél mindig lehet több. És azt gondoljuk, hogy 39 javaslat elvezet ennek a célnak az eléréséhez. Ezek egyébként olyan javaslatok, talán kivétel nélkül, amelyek sok más versenyképességi területet is megmozgatnak. Mert például a magánegészségügyi szolgáltatások fejlődése az is része a versenyképességi programnak, és része az egészségügyi fordulatnak. Magyar egyetemet szeretnénk mindannyian a világ top 200 egyeteme között. Ne törjön le senkit, minket nem tört le, hogy még a régióból senkinek nem sikerült ez. Miért ne lennénk mi az elsők? De nyugodtan lehetne a Krakkói Egyetemtől kezdve más régióbeli egyetem velünk együtt, de legyünk benne a top 200-ban. Nagyon sok területen úgy jegyeznek egy országot, hogy van-e olyan felsőoktatási kapacitása, elismert tudásközpontja még benne van az első 200-ban. Azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy ez lehetséges. Itt is több javaslatot tettünk, egy versengő felsőoktatásra. Magyar Nemzeti Bank a korlátait persze figyelembe véve támogatja a felsőoktatási rendszer átalakítását alapvetően a közgazdasági pénzügyi területen, de azt gondoljuk, hogy egy teljes felsőoktatási rendszerből fordulat elengedhetetlen. A K plusz F kiadásoknál javasoljuk a GDP 2%-át elérni, nem csak azért, mert ez mindenfajta rangsorban szükséges, hanem valóban szükséges. Nem tartható fenn egy felzárkózás innovációs többlet nélkül. Itt is több javaslatot tettünk, és azt gondolom, hogy az ipar 4.0 után, már délután felkészülhetnénk az 5.0-ra, mert például 5.0-ás társadalmi programja van Japánnak, és az ipari és a társadalmi programok összetartoznak, és kéz a kézben járnak. A vállalati adóbevallással töltött időt PC-ztik ki, elnézést kérünk barátainktól a pénzügyminisztériumban. Igen, ez egy emblematikus terület. Ha tudnánk jelentősen csökkenteni a vállalati adóbevallással töltött időt, akkor nem csupán rangsorokban kerülnénk előrébb, hanem a közérzetünk is jelentősen versenyképességi fordulat felé mutatna. Azonban a hatékony állami igazgatásra 23 javaslatunk került kidolgozásra, és azt gondoljuk, hogy nagyon jól építhetünk a 2010 óta itt végrehajtott fordulatokra. Egy fejlett infrastruktúra és zöldebb gazdaság is része a javaslatunknak. Itt az energiaimportot emelném ki, de
Összesen 26 javaslattal élünk annak érdekében, hogy egy új, gyors és okos infrastruktúra alakuljon ki Magyarországon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, azt kívánom, hogy évről évre mérve a versenyképességi fordulatot megállapíthassuk, hogy igen, megtörténik a fordulat, és közeledünk Ausztriához, ahogy eddig is tettük 2013 óta. Köszönöm szépen!